Egységes lehet a daganatos betegek kezelése Európában, jelentette be múlt héten az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós azt mondta, hogy az Európai Bizottság már korábban döntött arról, hogy újra szervezi az európai onkológiai ellátórendszert. A tagországok érintett szervezetei ajánlásokat fogalmaztak meg a kutatásokra, a megelőzésre és a terápiára vonatkozóan. Hogy mindez hogy érinti Magyarországot, a magyarországi onkológiai ellátást, arról is beszélget most itt Anilla. Nagy Péter, az Országos Onkológiai Intézet tudományos igazgatója most a vendégünk. Jó reggelt! Kezdjük, köszönöm. Aki egyébként szintén részt vett ezeknek az ajánlásoknak a megfogalmazásában. De egy picit induljunk el talán távolabbról. Mi a célja ennek a missziónak? Hát ugye a missziónak a célja elsősorban az, hogy az európai embereknek az egészségét azt minél hatékonyabban sikerüljön megőrizni, illetve hogy tudjuk növelni a gyógyításnak is a hatékonyságát, ezáltal a túlélés sokkal kedvezőbb legyen a daganatos megbetegedések szempontjából. És nagyon fontos az is, hogy a rehabilitáció mellett segíteni hivatott ez a misszió azt is, hogy a betegek a gyógyulás után minél hatékonyabban tudjanak reintegrálódni a társadalomba. Hát ezek a legfontosabb célok, de hát természetesen ez egy nagyon összetett terület, úgyhogy számos alcél van, amit megfogalmaztunk. Igen, ugye a bizottság, az Európai Bizottság hívta életre ezt a missziót, és az ő kérésükre fogalmaztak meg különböző ajánlásokat, ami magában foglalja a megelőzést, a terápiát, a rehabilitációt és a kutatást is. Ezeknek a megfogalmazásában ön is részt vett Kásler Miklós miniszter úrral együtt. Milyen ajánlásokat fogalmaztak meg? Mi az, amit például Magyarország fontosnak tartott? Nagyon fontos itt kiemelni azt, hogy ez a lobby tevékenység, ez nem egy közelmúltban történt dolognak köszönhető, hanem több tíz éve dolgozunk azon, hogy eljussanak ezek az üzenetek az európai döntéshozókhoz. Ebben Magyarországnak és Kásler Miklósnak, hiszen az ő vezetésével valósultak meg ezek a dolgok a hazánk részvételével, nagyon fontos szerep jut. Ez a lobby tevékenység most jutott el a döntéshozókig, és ennek következtében felismerve azt, hogy a daganatos megbetegedések gyakorisága az egy folyamatosan növekvő tendenciát mutat, most született meg az a döntés, hogy kiemelt területként fogja a következő Európai Uniós keretprogram kezelni a daganatos megbetegedések kezelésére, illetve megelőzésére irányuló kutatásokat. Na most itt nagyon fontos megemlíteni az ajánlások tekintetében azt, hogy a missziónak a koordinálására létrejött egy igazgatói tanács, ennek az igazgatói tanácsnak pedig a hivatalos tanácsadó testületévé az Európai Rákkutatási Akadémiát választották. Az akadémia számos civil szervezettel, vezető kutatóval, onkológussal, betegszervezettel, onkológiai szervezettel konzultálva fogalmazta meg az ajánlásait, és ebben ugye Magyarország szerepére tetszett rákérdezni, kiemelt szerep fog jutni Magyarországnak a tekintetben, hogy a különböző országokban Európa szerte az egyenlőtlenségeket csökkentsük. Ebben a tevékenységben meghatározó szerep fog jutni a Kásler miniszter úr által alapított Közép-Kelet-Európai Onkológiai Akadémiának, amely szintén deklarálva lett az Európai Rákkutatási Akadémia szájából. Ezzel a két akadémiának a nagyon szoros együttműködésével kívánják megvalósítani többek közt ezt a célt is. Továbbá nagyon fontos szerep jut majd az Országos Onkológiai Intézetnek is, hiszen a minőségbiztosítást azt az Európai Rákcentrumok Szervezete fogja végezni. Ebben a tevékenységben több kollégával fontos szerepet vállalunk, illetve azt is fontos kiemelni, hogy Magyarország Országos Onkológiai Intézete Közép-Kelet-Európában az egyetlen, ami a legmagasabb úgynevezett komprehenzív onkológiai centrum minősítéssel rendelkezik. És ezeknek a centrumoknak fontos szerep fog jutnia az onkológiai misszióban. A misszióban a kutatások összehangolásáról is szó van, és ebben is élen jár Magyarország, az onkológiai intézetben is számos témában folynak kutatások. Ezeket most majd össze lehet kapcsolni egyfajta európai összkutatási hálózattal? Igen, az a cél, hogy ezek a törekvések, az Európai Uniós programok minél összehangoltabban tudjanak haladni, és minden európai ország a maga részét ebbe kivegye. Az Országos Onkológiai Intézet tradicionálisan részt vett már ezekben az Európai Uniós programokban, illetve jelenleg is részt veszünk ezekben. Itt érdemes kiemelni azt, hogy például jelenleg is vannak nagyon fontos és aktívan működő programjaink, ilyen például
a rákkontroll programok európai harmonizációja, vagy a betegközpontú kezeléseknek a javítása, de számos megelőzéssel kapcsolatos programban is részt veszünk. Úgyhogy az intézet ilyen tekintetben is élenjáró, és hát számítanak ránk, hogy ezt a régióban segítsük, ezeket a törekvéseket is bekapcsolódjanak több szervezet is, és onkológiai intézet is ebbe a munkába. Szó van az ellátórendszer átszervezéséről is, hogy minél hatékonyabb legyen mind a megelőzés, mind a terápia. Ez Magyarországot hogyan érintheti? Magyarország ilyen tekintetben is jó helyzetben van, ugyanis érdemes azt megemlíteni, hogy az akkreditáció, illetve a minőségbiztosítás mellett egy fontos európai törekvés az, hogy a modern onkológiai ellátások azokhoz az emberekhez is eljussanak, akik nem a központi régióban élnek. Ennek az egyik alappillére az, hogy onkológiai hálózatoknak a létrehozását tervezik nemzeti szinten. Fontos itt összehangolni a nemzeti és az európai prioritásokat is, és ezeknek a hálózatoknak az akkreditációs struktúráját szintén ugyanaz a szervezet kezdi el kidolgozni. Itt meg kell említeni azt, hogy hazánkban ez az onkológiai hálózat már létezik, szintén miniszter úrnak a kezdeményezésére évekkel ezelőtt a 4 regionális centrum, illetve az Országos Onkológiai Intézet már egy szerződést erről aláírt, illetve a megyei kórházakkal együttműködve egy jó struktúrált onkológiai hálózat létezik Magyarországon. Szóval ebben a tekintetben is akár azt lehet mondani, hogy példaértékű, ami hazánkban ebben a történetben folyik. Amikor áttekintették azt, hogy hogy áll Európában a rákkal kapcsolatos a megelőzést, a terápiát és a rehabilitációt magába foglaló rendszer, akkor mire jutottak, szükséges bizonyos tekintetben szemléletváltás is, vagy arról van szó, hogy jelenleg van egy rendszer, csak ezt kell jobban működtetni? Hát az alapprobléma az ugye az, hogy folyamatosan nő a daganatos megbetegedések gyakorlatsága Európa szerte. Ez igaz nem csak a fejlődő, hanem a fejlett országokra is, ennek több oka van. Illetve azt is érdemes megemlíteni, hogy ugye a halálozási mutatók egy egész más tendenciát kezdenek mutatni. Több országban tetten érhető az, hogy a halálozási számok csökkennek évről évre. Ennek ugye a két számnak az eredőjeként belátható az, hogy egy növekvő tendencia gyakoriság mellett egy csökkenő halálozás azt mutatja, hogy a kutatások jó irányba haladnak, és rendkívüli forradalom történt ebben a tekintetben, a gyógyítások hatékonyabbak. Most mindez azt vonja maga után, hogy nagyon sok rétűen szélesedett mind a gyógyítás, mind a diagnosztika palettája. Most ha összerakjuk azt, hogy növekszik a tendencia, illetve nagyon sokkal bővült a gyógyítási lehetőségek tárháza. Tehát több a beteg, de többen meggyógyulnak. Így van. De mindez rendkívüli terhet fog róni, illetve már ró is az európai ellátó rendszerekre, beleértve itt a szakemberhiányt és financiális problémákat is. Ennek a felismerése is nagyon fontos volt, és mindezek tekintetében rendkívül fontos az, hogy egy harmonizált, koordinált, nagyon jól összehangolt, tudományos együttműködéssel tudjuk ezeket a problémákat kezelni, úgy, hogy ezeket a jövőben várható nagy terheket az egészségügyi ellátó rendszerekre minél inkább csökkenteni lehessen. Nagy Péternek köszönjük, hogy itt volt. Köszönöm szépen.